kutya fajta. 101 nagy kutya, a Border Collie. Marad, marad! Íme a Border Collie. Nagyon helyes kutyus. A Border Collie-k kétségkívül a földkerekség legintelligensebb kutyái. Ez teljesen biztos. Kész, passz! Nagyon okos kutyák. Szinte az összes ezzel kapcsolatos felmérés ezt támasztja alá. Hihetetlenül intelligensek és jól idomíthatók. Az uszkárok és a német juhászok is dobogós helyezést szoktak elérni, de a Border Collie-k a kutyák rakétatudósai. Azért néhány dolgot nem árt tudni róluk. Tapasztalatlan gazdáknak nem ajánlott. Ha nem foglalkoznak velük eleget, megőrítik a gazdájukat, és minden tulajdonukat tönkreteszik, amit csak lehet. A fajtát az angol skót határvidékről nevezték el, ahol a pásztorok több generáción át tenyésztettek kutyákat, amelynek eredménye ez a szinte tökéletes terelő kutya fajta. Nem hinném, hogy akad jobb terelő kutya a Border Collie-knál. A Border Collie-k született atléták. Izmos, rugalmas testfelépítésüknek köszönhetően gyorsak és kitartóak. Nagyon mozgékonyak. Szeretnek futni, terelni, állatokat üldözni. A pásztorok a Border Collie-k egyik legkülönlegesebb tulajdonságának a tüzes és élénk tekintetüket tartják. A kutyák ezzel a szúrós nézéssel tartják kordában a jószágokat. Ilyenkor szinte lehetetlen elvonni a figyelmüket. Kiváló terelőképességük titka intelligenciájukban rejlik. A Border Collie-kat bonyolult feladatok végrehajtására tenyésztették ki, amelyeket egyedül is végre kell tudniuk hajtani. Az ember legjobb barátjáról ez a fajta jut eszembe. Van még egy tulajdonságuk, amely különlegessé teszi a Border Collie-kat. Terelés közben guggoló testtartást képesek felvenni, amely a macskákéra emlékeztet. Ezt a lapockáik közti rés teszi lehetővé. Ez a mozgásforma biztosítja, hogy a jószágokat maximális precizitással tereljék a megfelelő irányba. Nem ismerek más fajtát, amely ilyen fokú koncentrációra lenne képes. Pörög! Pörög! Fordul! Maradj így! Egy, két, há? Most! Jó! A Zack George kutyatrénerhez hasonló Border Collie rajongók szerint a fajta idomításában rejlő lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. A Border Collie-k kitűnő sportkutyák. Jó! Jó! Ez az! A Zack által idomított kutyák hihetetlenül magasra ugranak a frisbee után, és egyéb trükkök is rejlenek a tarsolyukban. Zack kutyája még szorozni is tud. Mennyi 3×2? Jó! A Border Collie-kat manapság is használják terelésre. Kérdezzük meg róluk az egyik legismertebb walesi juhászt és Border Collie idomárt, Jerry Lewis-t. Úgy vélem, a Border Collie messze a legjobb fajta, ha a juhok tereléséről van szó. Dan! Dandy! Gyere! Ha megfelelően idomítják és jól bánnak vele, szinte bármire képesek. Jerry és családja egy 120 hektáros farmot vezet, amelyen mintegy 800 birkát tartanak. Ez nem könnyű feladat, ezért jó hasznát veszik a Border Collie segítségének. Gyerünk! Spot már hosszú évek óta velünk dolgozik a farmon. Nagyon ügyes, nagyon bátor és rengeteget segít. A legnehezebb körülmények között is megállja a helyét. Spot mellett Peep és Flash kutyák is kitűnő Border Collie ösztönnel rendelkeznek. Szívvel, lélekkel részt vesznek a munkában. Hihetetlenül lelkesen dolgoznak, ha terelésre kerül a sor. Marad! Munkakutyák és házi kedvencek is egyben.
barátokként kell kezelni őket. Emellett valójában teljes jogú munkatársaink. A magas szintű együttműködéshez megfelelő idomításra van szükség. Gyerünk! Jerry először hozzászoktatja a kölyköket a birkákhoz. Reményeim szerint ő lesz a legújabb büszkeségem. Kezdetben néhány egyszerű parancsot tanít meg neki. Miután ezeket megismerte, a fütyjelek következnek. Kétfajta fütyjel sorozattal dolgozom. Az egyik kutya az egyiket ismeri, a másik a másikat. Ennél többet már összekavarnék. Mire kiképzik őket, mindegyik állat szinte egy komplex nyelvet ismer, amely segítségével tökéletes összhangban tud dolgozni Jerryvel. A két border collie bárhová eltereli a birkákat, ahová csak kérem. Bárhová? Így hívja össze a nyájat egy border collie. Az interneten is találhatunk egy remek felvételt, amely a Gerard collie-jainak kitűnő telelő képességét bizonyítja. Hey, hey! Jerry és kutyái a LED világítással ellátott birkákat terelik különféle látványos alakzatokba a Velszi hegyvidéken. Látványos, nem? Jerry minden alkalmat megragad, hogy kutyái tudását bemutassa. A sorozat tiszteletére a birkákat a 101 nagy kutya logójának alakzatába terelték. Ez a lenyűgöző bemutató is bizonyíték a kolik különleges képességeire. Egy jó juhásznak jó kutya kell. A kutyáim rengeteget segítenek a birkák terelésében, nem is tudom, mihez kezdenék nélkülük. Legyen szó birkaterelésről, frizbizésről vagy egyéb trükkökről, a kolik kitűnően idomíthatók, de alaposan fel kell készülnie annak, aki ezt a fajtát választja. Nem megfelelő idomítás esetén meglehetősen sok kárt okozhatnak. Egyrészt hihetetlenül könnyen tanulnak, másrészt egy border collie nem könnyű eset. Annyira okosak és olyan fokú koncentrációra képesek, hogy szinte az összes kutyasportákban kitűnő eredményeket érhetnek el. Legyen szó frisbee-ről, vagy labda elkapásáról. De ha nem figyelünk oda, és a border collie-nk nagyon okos, akkor bizony sok kárt okozhat. Lakásban tartásuk nem ajánlott. Leginkább vidéki környezetbe illenek. Lehetőség szerint farmgazdaságba, vagy egyéb tágas, szabad területre, ahol kedvükre futkározhatnak, kergetőzhetnek és terelhetnek, amire ennek a fajtának feltétlenül szüksége van. Ez a kutya nem érzi jól magát lakásban. Egyáltalán nem való szűkös, bezárt térbe. Kint szeret lenni a szabadban, nagy területen, hiszen erre az életmódra tenyésztették. Bár hajlamosak lehetnek csípőficamra és szembetegségekre, alapvetően egészséges fajtának számít. Közepes méretűek, ezért a nagy testű kutyákra jellemző betegségekre, például csípőficam, kevésbé hajlamosak, és magas kort érhetnek el. Eltérő ápolást igénylő szőrzett típusúak lehetnek, de általában könnyű rendben tartani a bundájukat. Mivel dupla szőrzetük van és vedlenek, ajánlott a gyakori fésülésük. A megfelelő bánásmódban részesülnek, kitűnő családi kutyák válhatnak belőlük, de ha nem foglalkoznak velük, megbosszulják. Ha nem tudják kielégíteni terelő ösztöneiket, könnyen előfordulhat, hogy a gyerekek lábát csipkedik. Kifejezetten sportos családban tudom elképzelni, ahol mindig történik valami. Szükségük van a változatos tevékenységre, nem tudnak egy helyben maradni. Nagy kertes házba vagy olyan helyre ajánlom,
amely viszonylag nagy alapterületű park közelében fekszik. Összefoglalva, a border collie tág teret és sok mozgást igényelnek. Egészséges fajta, egyszerű ápolni a szőrzetüket, de a szuperokos collie nem mindenkinek fogadnak szót. Csak felkészült gazdáknak valók, de jó kezekben kitűnő családi kedvencek lesznek. Szerintem a border collie a leghűségesebb kutyák, amelyekkel eddig dolgom volt.